A drótkerítés mellett már rendkívüli állapot kihirdetésével is próbál védekezni Lengyelország az illegális határátlépőkkel szemben. Csak az elmúlt hónapban 3500-an próbáltak bejutni az országba Belarusz felől. A felmérések szerint a határmenti zónában bevezetett különleges jogrendnek a lengyelek nagy része örül. A rendkívüli állapot erősíteni fogja a biztonságot a lengyel-belarusz határ közelében és megkönnyíti a határőrök munkáját, akik így már tényleg a határ védelmére fognak tudni koncentrálni, mondta a határőrség szóvivője. A civil szervezetek és az ellenzéki pártok azonban bírálják a döntést. Az Oceánje Alapítvány egyik munkatársa, Pyotr Bisztriányin így foglalta össze a problémáikat. Emberek próbálják átlépni a határt, segítséget kérve, úgyhogy ez egy nehéz helyzet, de a rendkívüli állapot bevezetését egyáltalán nem indokolja. Szerintem csak azért döntöttek így, hogy meggátolják azt, hogy segítsünk az embereknek, ellenőrizzük a kormányt és dokumentáljuk a jogsértéseket. Az Oceánje eddig a 3 hete a határnál veszteglő menedékkérők közelében táborozott, és biztosította, hogy a hatóságok tiszteletben tartják a jogaikat. Most attól tartanak, hogy elkezdődnek a visszatoloncolások, a menekülteljárásokat nem folytatják le. A baloldali politikusok szintén kritikusak. A rendkívüli állapotot nem a koronavírus járvány idején hirdették ki, hanem most, amikor ott van vagy 30 ember a határnál, a néhány ezer próbálkozóból pár százan menedékjogot kérhetnek. Hétfőn szavazás lesz a parlamentben a rendkívüli állapotról, és a baloldal természetesen ellene fog voksolni, nyilatkozta egyikük. A döntés a sajtó munkáját is megnehezíti. Az aktivisták és a politikusok mellett az újságíróknak is el kellett hagyniuk a határ környékét. A szabályok szerint nem lehet tudósítani, videózni a rendkívüli állapot hatája alatt. Egy újságírót már is meggyanúsítottak azzal, hogy nem tartotta be a szabályokat, mondta az Euronews tudósítója.